A földi eper a piacok abszolút főszereplője június elején. A nyíregyházi búzatéri piacon 1000 és 1500 forint között kapható kilója, a vásárlók pedig elégedetten válogatnak a kínálatból. Szerintem jó az eper, mert valamennyi nekünk is van termetés, jó ízű. Gyönyörű a magyar eper, hát nézem már ide, én még ilyet életemben nem láttam ilyen termést. Muszáj vagyok megmutatni, mert ez magáért beszél. Ez ilyen évek óta nem láttam, és hogy ezt most 1200 forintért meg lehet venni, nem gondom sincsen. Lestál Ferencné szerint a földi epernél nem a méret a lényeg, hanem a gyümölcs íze, amelyet nagyban meghatároz, hogy mennyi napfény érte a termést. A kicsi is lehet édes, csak jó élet legyen. Ugye a napfény az nagyon befolyásolja az érettségét, meg az édességét is. Hát a méret meg ugye nyilván, hogy valaki a nagyot szereti, valaki a kisebbet, de gyemnek, szörpnek, meg az apróbb, akit szokták vinni, nyilván olcsóbb is. Az árus azt mondta, a kereskedelmi forgalomban a Görögországból származó eper lehet a magyar versenytársa, de a zölden szedett gyümölcsökön érződik a természetes érés hiánya. Szép, mutatós, nagy, de kemény a húsa. Ugye nyilván azt zöldes állapotba szedik le, hogy mire ide érjen, bírja a strandot, de viszont rágósabb a húsa. Meg azt a aromát, azt az íz, illatot, azt nem lehet pótolni. A földi eper mellett sokan keresik az új burgonyát is, amelyből egy kiló jelenleg 7-800 forintba kerül. Ugyancsak megjelent egyes standon a cseresznye kínálat is, jelenleg 1000 forint körül alakul a kilónkénti ár. Ez még az első, ez nem a legszebb cseresznye, innen csak a jobbak jönnek majd. Szebbek. Minél kései, annál ropogósabb és annál szebbek. Találtunk tévépaprikát 900 forintért, savmentes paradicsomat 1280-ért, hónapos retek csomóját 400 forintért, és az árusok szerint elmondható, hogy főként a magyar termékeket keresik a vásárlók. Azt kérdezik a partióra, hogy magyar-e? Ez nem magyar. Tehát látszik már az, hogy külföldi, az töröttebb a magyar, a termelőtől van, akkor az kifogástalan minőségű. Jó, van osztályos neki is, de aznak ennyi az ára. Itt-ott már megjelentek az olasz sárga barackok is 1300 forint körüli áron, sőt, marokkói görög dinnyét is hazavihet a piacról, aki nem sajnálja érte a kilónkénti 500 forintos árat.